Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon, rendhagyó helyszínről, hiszen rövidesen önök is megtapasztalhatják, kedves nézőink, hogy milyen az új Fehérvár Média Centrumos stúdió. Most azonban itt vagyunk a Média Centrum tárgyalójában, vendégem pedig az ötszörös magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes, Közép-Európai Kosárlabda Liga győztes, a építők, Alba Régia építők, Albacom, Szűv, UPC, Berry Cup, Alba Régia Fehérvár kosárlabda csapatának örökös elnöke, egykori játékosa, Nagy Gábor. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm a nézőket is, téged is. Nos, hát ebben az esztendőben ünnepelted a 70. születésnapodat, így utólag is gratulálunk, én azt hiszem, hogy ez egy jeles dátum mindenképpen. Itt az idő, hogy visszatekintsünk egy kicsit, hiszen sportlegendák élnek Székesfehérváron, és ez is bizonyos értelemben egy sorozat része. Kezdjük az alapokkal. Kicsit menjünk vissza az időbe ahhoz a kisfiúhoz, aki a Vörösmarty téren nőtt fel. Hát, ahogy mondtad is, idén betöltöttem a 70-et, úgyhogy az nem is egy kicsit kell visszamenni. Igen, a Vörösmarty téren nőttem fel, illetve először a nyilván Budai úton laktunk, de 56-ban szétlőtték a házat a fejünk fölött, és akkor költöztünk át a Vörösmarty térre. Hát, szokásos menet. A általános iskolát, azt hiszem, ma is egyének hívták, ott kezdtem, Petőfibe végeztem be, utána középiskolába pedig a mezőgazdasági technikumba kerültem, és hát itt kezdett a kosárlabdával való örök szerelem is. Hogy találtál sportágat magadnak? Akkoriban én azt mondom, ideje korán eldőlt mindenkinek, hiszen a közösség, a grund érzés az mindenkiben megvolt, nyilvánvaló, hogy a játék öröme is abból fakadt, viszont az, hogy a kosárlabdát választottad, az nyilván egy különleges pillanat volt. Igen, teljesen véletlen. Teljesen véletlenül sikerült. A középiskolában a végtanár úr volt a testnevelő tanárunk, és egyszer egy tornaórán lejött a Hegedűs Gyuri, aki akkor az építőkbe kosárlabdázott, mint később kiderült, egy nagyszerű játékos volt a Pista bácsinak az öccse, és ő toborzott kosárlasokat. Őszintén szóval sem tudtam, mi az a kosárlabda. De úgy voltam, megpróbálnám. Na, így kezdődött a kosárlabda. És ő csinált ott a középiskolába egy kis csapatot, a úgynevezett Gödörbe, hát az iskola mellett játszottunk, még ez egy murvás pályán, tehát ez a salakos pálya volt. Egy pillanatig nem lehetett kétséges, hogy a ti időszakotok egy legendás időszak, hiszen és ráadásul olyan testnevelő tanárokkal körítve, mint amilyen végtanár úr is volt, hiszen ha a balsai fivéreket vesszük, Kisteleki Pétert és a többieket, te magad is, azon nőttél fel, és hát meg nem engedett a 48-ból. Hogy kezdődött a pályafutásod, a kosárlabdázó pályafutásod itt Fehérváron? Hát tulajdonképpen, ahogy mondtam is, a középiskolába kezdtem, tehát elég későn. Bár ez nem egy ritka dolog, mert ha jól tudom, akkor Dávid Kornél is 14 éves kora körül kezdett el kosárlabdázni. De nyilván a kosárlabda eléggé bonyolult sportág technikailag. Tehát elég nehéz megtanulni a mozgásanyagban, nem egy természetes mozgásanyag, tehát szabályai, és a többi, és a többi. Nyilván az első 3-4 év, most azon kívül, hogy jókat játszottunk, más volt megye bajnokság, meg városi bajnokság. Gyakorlatilag akkor minden iskolának volt csapata, kosárlabda csapata, tehát rendszeres bajnoki meccseket játszottunk, de hát a tanulásra telt el, hogy egyáltalán a technikát valamilyen szinten elsajátítsuk. Aztán utolsó évben kinéztek az építőknél maguknak, és talán gondolom a Hegedűs Gyürekhez edzőnk is volt, ő ajánlhatott be, és úgy kerültem aztán az építőkhöz, a nagy csapathoz. A kosárlabda egy tipikusan olyan játék, ahol ki kell emelni az összetartozás fontosságát. Amikor az NBA-t nézzük, akkor persze látjuk, hogy egyének játsszák értelemszerűen, tehát a világsztárok egyénieskednek, ugyanakkor az összetartozás nagyon fontos, a csapatjáték, a közösségi szellem.
Ezt hogyan lehetett megtanulni, elsajátítani, hiszen ez kiemelten fontos? Hát én azt hiszem, hogy ez eléggé keserves dolog, mert igazából az ember nem arra született, hogy lemondja arról a rettetes nagy egójáról, ugyanakkor meg a játék rákényszerít. Tehát nincsen mese a kosárba, csak úgy lehet érvényesülni, hogy hatásokkal társakat is bevonja az ember, és bizony engednem kell ahhoz, hogy az én igényeimet is figyelembe vegyék. Kialakul ez szép lassan magától, de nem túl egyszerű dolog. Viszont nagyon sokáig tart, tehát azokkal a barátaimmal, akiket emlegettél, és a balsai füvérek, kistelegi füvérek, ez mai napig barátok vagyunk, tehát ezek örök kapcsolatot jelentenek. Ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy, annál is inkább, hiszen a katonaságnál már a budapesti honvédhoz kerültél, méghozzá egy olyan legendás korosztályhoz, mint Banna Vallér, Losonci, Gellér Sanyi. Azt hiszem, hogy ha ezeket mondjuk, akkor a kosárlabda legendákról beszélünk. És ráadásul bajnoki címet nyertél, bár nem játszottál sokat. De az mégiscsak rangolt, hogy akkor a kiemelkedő honvéd tagja lehess egy bajnok csapat tagja. Igen, ez is egy szerencsés momentumnak köszönhető. Úgy volt, hogy Kaposvárra, mely katonának ott volt sportszáz, ahol kosárlabda csapat volt, és a bevonulásom előtt egy héttel, vagy talán kettővel játszottunk a budapesti honvéddal itthon, és annyira jó sikerült, hogy a honvédosok átirányítottak rögtön a honvédhoz. Hát valóban egy nagyszerű korosztály játszott, Real Madridot 20 ponttal verte itthon a honvéd akkor, tehát az erőviszonyokat, hogy lehessen kalibrálni. De akkor volt egy korosztályváltás is, tehát a nagy öregek, akik még az Európa-bajnoksági címet is segítették, a Cinkánék, a Gyulai és a többi, ezek akkor mentek el nyugdíjba, és jött az új korosztály, Gerdés Sanyi, Mosanci, hát de ezek is nagyszerű játékosok voltak. Hát őszintén szóval nem tudtam beférni a csapatba, tehát magyarán a padról néztem a meccseket, ezt mondhatom nyugodtan, igen kevés játék lehetőséget kaptam. Így aztán azokat a bajnoki címeket én nem is tudom magaménak, mert édes kevés közöm volt hozzá, de nagyszerű lehetőséget adott az, hogy a honvéd már akkor naponta kettőt edzett, és csak azt tudni kell, hogy mi meg itthon mondjuk heti hármat. Tehát ez a két év, amit katonaként eltöltöttél a honvédnál, nyilvánvaló sokat segített abban, hogy profivá válj. Ezt hogy tudtad itthon, amikor hazaérkeztél, hasznosítani az építőkben? Hát egyrészt nem lettem profi. Tehát Fehérváron két kosárlabda csapat volt, a Videoton meg az építők, a Videoton volt a profi. De attól még jól megfértünk mi az építősök, mi meg egy amatőr együttes voltunk. Tehát nálunk a játékosok, mindenki dolgozott, és méghozzá komoly beosztásban volt köztük orvos. Tehát komoly beosztásban voltak a társaim. Igazából a többiek is jó csapatokból jöttek. Tehát például a Sopronban végeztek a balsai fivérek, hát a Sopron akkor magyar kupát nyert például abban az időszakban, tehát egy jó csapat volt. Nem voltak különösebb beilleszkedési gondok, nem emlékszem konfliktusokra ilyen szempontból. Tehát egy középcsapat volt, a Videoton azért előbbre tartottam, ahogy már említetted, de ez a középcsapat is rengeteg néző előtt játszott folyamatosan egyik oldalról, a másik oldalról pedig mindig meg kellett küzdeni az NB1-es létért. De ez többnyire sikerült, úgyhogy ez siker történet részed. Jó mondott, többnyire sikerült, de azért nem mindig. Igen. Tehát időként azért megjártuk a másodosztályt is. Igen, a nézők szimpatizáltak az úgynevezett kis csapattal, hiszen tudták, hogy mi teljesen amatőrök vagyunk. Tehát éppen ezért óriási meccseket játszottunk a Videotonnal. Tehát azok nagyon komoly rangadók voltak, amikor mi kerültünk össze az NB1-be egymással a videóval. Tehát azért az óriási nézőszám azt tudni kell kezelni, hát hiszen az útépítési technikum meg a géppari technikum volt, ahol egyáltalán játszani lehetett, annak a nézőterét kell
alapul venni, de az valóban tele volt és megtelt, illetve a Szabadtéren, a Kossuth utcában, hát sokkal diófákon is ültek az emberek. Igen, hát az egy legendás időszak volt. 1980-ban hagytad abba a játékot, és edző lettél. Viszont még nem végezted el az edzőit. Egy játékosból hogyan lesz edző? Voltak ilyen ambícióid előtte is? Ez itt viszont nem volt ilyen ambícióim, ez is a véletlen műve volt. Hegedűs is Pista bácsi volt az edzőnk, és ő nem akarta tovább csinálni, nem tudom, ilyen személyes okok miatt, aztán később visszajött, de, és engem ajánlott. Tehát hát nehéz dolog volt, tehát tulajdonképpen az ember játékos szemmel egészen másként nézi a dolgokat, mint edző. Nem volt meg a megfelelő végzettségem, nagyon nagy probléma volt, mert rengeteget kellett utána olvasnom, képezni saját magamat. Egyébként bejelentkoztam az edzőre, tehát közben végeztem az edzőit is. De hát külön nehézség volt az, hogy hát azoknak a játékosoknak lettem az edzője, akikkel korábban meg együtt játszottunk. Tehát ez megint csak nem egy egyszerű dolog. És akkor NB2-es, NB1-B-be voltunk, és följutottam a csapattal az első osztályba, de az még sok volt akkor nekem, tehát belebuktam. Igen, hát Hegedűs Pista bácsitól lehetett tanulni, hiszen azért a siker is megjött, hiszen a Népköztársasági Kupa döntőbe jutottatok NB2-es csapatként, ami egy legendás történet, mert igen, nem különben, mert ilyen azóta sem fordult elő, hogy egy másodosztályú csapat bejutott volna. Nem tudok róla, hogy lett volna ilyen. Igen, tehát nem is NB1-bések voltunk, hanem NB2-be játszottunk, és hát akkor kezdtük el fölépíteni a csapatot. Tehát volt egy olyan időszak, amiről az előbb beszéltem, hogy Hegedűs Pista bácsi utána visszajött, és én másodedzőként dolgoztam mellette, aztán elment aztán Németországba dolgozni, és akkor egyedül maradtam a csapattal, és akkor volt ez a NB2-es időkorszak is, amiben aztán utána feljutottunk, és onnantól kezdve a csapat mindig feljebb jutott. Tehát onnantól kezdve egyenes út volt a bajnoki címig, most az egyenes utat úgy kell érteni, hogy 6 év alatt, vagy 7 év alatt. Tehát, a székesfehérvári kosárlabdát hosszú ideig sújtotta a létesítményhelyzet. Mondom én, hiszen a Kossuth utcai pálya megszűnt, aztán, ahogy említetted, előtte volt a gépipari, az építőknek a vidi a Jákiban játszott egy jó ideig, aztán kint a Vogban, aztán az Arév csarnok megépült. Ugyanakkor jött a rendszerváltás. A rendszerváltás a magyar futballban a csapatsportágokat sújtotta leginkább. Ti hogy vészeltétek át? Hiszen ez egy rendkívül kritikus időszak volt. Igen, hát különösen nehéz időszak volt, mert én akkor lettem a klubelnöke. Tehát én 1990-ben választottam a klubelnökévé, hát gyakorlatilag a nyakamba szakadt egy teljesen más rendszer, egy más helyzet. A 90 előtt voltak az úgynevezett bázis vállalatok, akik vitték, mondjuk a Videóton, azt hiszem 20 szakosztályt is vitt talán, vagy nem is tudom mennyit a különböző sportágokban. Ők semmi, tehát nem volt üzleti alapon semmi sem. Tehát nem voltak hirdetők, meg ilyesmi, nem is tudtunk róla. Nálunk az építőipari vállalat volt az úgynevezett bázis vállalat, ő építette a sportcsarnokot is, és hát ő volt az, aki a Fehérváron a sportból elsőként szállt ki. Tehát nyilvánvaló a rendszerváltással együtt jár a gazdasági káosz, magával hozta azt is, hogy az építőipari kapacitások is leépültek, gondolom, tehát nyilvánvaló volt, értető volt, hogy a vállalat is a sportot engedte el elsőnek. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy a létesítményt, tehát a sportcsarnokot, azt megkapta a város, mint a földterületeknek ellenértékeként, tehát lényeg az a városi tulajdonban ment át. A város pedig ugye Balsai Pista volt akkor a polgármester, használatba adta nekünk hosszútávú használatba a csarnokot. Hát úgyhogy egy vasat nem adott melléje, mert nem tudott adni, viszont hát használhattuk pénzszerzésre.
Hát csináltuk is, nem kis botrány kiváltva a diszkókkal, meg egyéb. Bingo volt minden, minden volt. Amiből pénzt lehet csinálni, minden volt. Hogy lehetett csapatot építeni ilyen körülmények között? Hiszen az, ugye, ha már megvolt a csarnok, méghozzá egy akkor egy elegáns, nagyszerű csarnok volt, azért ne feledjük, ahhoz kellett egy csapat is. Igen. Hát egyrészt meg kellett hoznunk egy pár olyan döntést, ami nem volt kellemes, tehát szigíteni kellett a szakosztályoknak a támogatását, mert az egyesületben nem csak férfi kosárda volt, hanem volt egy női kosárda, amelyik ráadásul még magasabb szintet képviselt, mint a férfi kosárlabda, de karate, sakk, teke, természetjáró szakosztály, vitorlások, a Velencei tavon vitorlás kikötőnk volt. Tehát tulajdonképpen úgy döntött az elnökség, hogy a férfi kosárlabdára helyezi a hangsúlyt, ami persze rengeteg érdekes sértett, de végülis úgy gondoltuk, hogy abban a helyzetben azt lehet eladni, az a piac képes sportág. Nyilvánvaló, hogy lehetett ehhez csapatot, hiszen a csapatépítés a legfontosabb. Tehát egy olyan csapatsportágnál, mint a kosárlabda, nyilvánvaló, hogy vegetálni a végén és a kiesés ellen küzdeni, azért az nem jó jövőkép. Pénz kellett, leginkább elsősorban pénz. Tehát akkor kezdtük el tanulni, hogyan keresünk szponzorokat, támogatókat. Meglepően sok fehérvári cég támogatott bennünket, és nem tudom mekkora összegekre gondolni, de akkor ez nekünk nagyon sokat számított. És végül is 92 vagy 93-ban beszállt az Albacomp. És onnantól kezdve a csapatnak a pénzügyi problémái megoldottak, ugyanakkor meg számtalan helyen szembesültek ugyanazzal, amivel mi az előtte volt években, hogy ment tönkre adtuk a bázis vállalat, hát láss például a Videoton is kivonult a sportból egy idő után. Például a Videotonból mi jó pár játékost vettünk meg. Tehát voltak is kemény vitáink a Füzinél Pannikával annak idején, de azok az a játékosok, akik korábban mi adtunk át a Videotonnak, Hegedűs Péter például, hát kemény pénzért vásároltuk vissza. Ugye nagyon fontos volt Mináróvics János megérkezése, de egy interjúban te arról beszéltél, hogy az ő megérkezése előtt is azért már megmozdultak a vállalkozók, gondolok itt Sztolyán Jenőt és Nádasi Ferencet is említetted. Ez ahhoz elég volt, hogy átvészeljük, viszont valóban az Albacomp kellett nyilván ahhoz, hogy egy olyan szintet érjetek el, hogy akkor az akkori Zete, Honvéd, Körmendhez fel tudjatok zárkózni. Igen, hát különböző korszakai voltak a csapatnak. Ez a 90-es évek eleje a Szolyánő volt a szakosztály elnöke egyébként, és Nádasi Ferenc volt a szakosztály vezető. Egyrészt ők a saját cégeiken keresztül támogatták, a Jenő az a Varémnél dolgozott, és hát a céget is próbálta hozni, meg más cégeknek a segítségét. A Nálasi Fej pedig az agrárvonalon dolgozott, és egy holland vállalat, amelyik megvette a Lagardi állami gazdaságot, azt támogatott bennünket például. Tehát tulajdonképpen sikerült átélnünk azt az időszakot úgy, hogy nem visszafele fejlődtünk, mint általában az egyesületek, akkor nagyon sok egyesület meg szakosztály ment tönkre, hanem ha nem is nagyon, de előre léptünk. És abban az időszakban tudtunk bejutni mi az ember egy A csoportjába, tehát addig nem tudtunk oda bekerülni. És ennek adott egy nagy lökést az Albacompnak a beszállása, Mináróvics Jánosnak a beszállása. Először csak ilyen szondázással, viszonylag kisebb összegekkel, de később a költségvetésnek a durván felét, 60%-át vállalta a csapatért. Mennyit változott a kosárlabda a légiósok megérkezésével? Ugye nem sokára eljutunk 1999-ig, hiszen ott is volt csoda légiósaink, de mit kellett tenni ahhoz, hogy azok a légiósok valódi segítséget jelentsenek, akik megérkeztek először? Hát... Mert elnökként ebben óriási szerepel volt. Az időszakban távol volt, amit az beszélgetésünk elején említettem, hogy a budapesti Honvéd 20 ponttal verte Real Madridot. A 80-as évek végére sikerült a magyar válogatottnak elég nagy mélységeket megjárni. Ebből adódik, hogy igazából
gyakorlatilag mindegyik környező ország volt szociális, vagy szocialista országnak a kosárlabdája lényegesen erősebb volt, mint a miénké. Tehát akik honnan jöttek, azok nekünk biztos erősítést jelentettek. Ráadásul pokoli szerencsénk is volt. Tehát az első légiósunk az a Zdenek Böhm volt, aki a csehszlovák válogatott irányítója volt, aki EB ezüstérmet szereztek, és valamiért a vidatlan nem kellett, úgy került hozzánk. Utána Nádasi barátommal mentünk ki Moszkvába, egész véletlenül sikerült a Trusin megszerezni olyan alapon, hogy egyszer lementem a CSKA Moszkva edzésére, és a Kovalenko a junior csapat edzőjével valamikor játszottunk együtt, ott ismertük egymást, és kértem a segítséget, akkor már ott volt szétesőben minden a Szovjetunióban, hát akkor volt a Szovjetunió vége. Tehát szerencsénk volt ezek, és ezek mind nagyszerű játékosok voltak. Tehát ezek kilógtak a csapatunkból, de talán még a magyar mezőnyből is. És akkor jött a felfelőívelő időszak, 1999, az évezred utolsó éve, és jött a csoda. Soha nem fogjuk elfelejteni, és azt hiszem, hogy elnökséged a csúcspontja volt bizonyos értelemben, bár volt számtalan csúcspont, ha csak azt mondjuk, hogy a Kornél, Matus, Halmroli, később Blanks, Shannon, Meroni, az az egymást követő három bajnoki cím, azt hiszem, hogy mindent visz, legalábbis a kosárlabdát szeretők szívében. Igen, érdekes dolog ez, hogy 98-ban nyertük az első bajnoki címünket, és a Kornél előtte két évvel jött. Tehát egy időszakot, egy szezon már lejátszott, úgyhogy nem lettünk bajnokok. De érdekes mód talán nehezebb volt a négybe, a legjobb négy közé betörni, mint a bajnokságot már onnan megnyerni. Tehát rettenetesen nehezen tudtunk bejutni a legjobb négy közé. Azok a csapatok már évek óta ott játszottak, Európa kupás meccseket, tehát olyan közegben játszottak, hogy egész egyszerűen a végjátékban soha nem tudtunk oda kerülni. Amikor oda kerültünk, viszont akkor már egy Dávid Kornéllal, Blankszel, aki a Detroit-tal nagy döntőt játszott például az NBA-ben, Shannonnal, de nagy közönség kedvencen, már talán kicsit könnyebb volt magát a bajnok. Tehát az lett volna meglepetés, hanem mi nyerjük meg, de ezzel egy óriási fegyvertény volt, és hát nagyon boldog voltam, meg kell mondjam. Mit jelent egy elnök számára egy ilyen csapatot irányítani, hiszen felhoztad őket eddig, viszont a szinten tartás néha sokkal nehezebb. Én azt mondom, hogy mindenkinek tudni kell a dolgát. Nem én hoztam fel őket. Én a játékosokat szerződtettem, az anyagi hátteret próbáltam összerakni, ami nyilván nem volt egy kis mutatvány, de mindenki csinálta a dolgát. Nagyon nagy szerencsénk volt Farkas Sanyival, egy nagyon jó, ambiciózus edzőt találtunk ehhez a csapathoz, és fantasztikus munkát is végzett velük. Egy jó csapatunk volt, de, és itt nem csak a játékosokra gondolok, tehát a körülötte lévők, a Csucson, a Mináravics, a jó magam, de az alattunk lévő szinteken is mindenki csinálta a dolgát. Másfél évtizedig dolgoztál a szövetségben is, mint általános alelnök. Mennyit változott ez idő alatt a magyar férfi kosárlabda? Azt tudjuk, hogy a légiósok megérkeztével nagyon-nagyon sokat. Ha mai korról beszélünk, akkor nyilván az alapvetéseket a légiósok jelentik egy-egy klubnál, viszont a nevelő munkának folytatódnia kell ahhoz, hogy azért a válogatottunk is szintet lépjen, ami mindeddig ugye nem történt meg az áttörés. Mennyit változott a játék? Én azt gondolom, hogy ha elmondhatjuk azt, hogy a bajnokságnak az erősödött összességében, tehát a légiósok idekerülésével a magyar bajnokság élvezhetővé és izgalmassá vált, nem véletlen azt, hogy megtöltötte a csarnokokat körmentő Szolnokon keresztül Fehérvári mindenhol a közönség. Nem mondható ez a válogatottra. Tehát egyrészt a válogatott játékosoknak a szereplése kicsit háttérbe került éppen a külföldiek miatt. Tehát általában nem a válogatott játék, nem a magyar játékosok voltak a vezérszereplők, jó, Dávid Kornél ebből nyilván kivétel,
de nem volt akkor súly rajtuk, mint ahogy kellett volna. Nem volt igazán sikeres időszak a férfi kosárlabda szempontjából. Különösebben bukta sem, de nem tudtunk előre lépni. Női kosárlabda érte eredményeket, talán azért, mert ott kevésbé volt erős a konkurencia. Ezt tudni kell például, hogy a Szovjetunió szétesése az rögtön egy jó Szovjetunió helyett csinált 8 jó csapatot. Mert ugye lettek a litvánok, külön indultak a ukránok és így tovább. Tehát rögtön megnőtt a konkurencia, és nem voltunk hozzá felkészültek. Amikor 2012-ben leköszöntél, milyen gondolatokkal adtad át? Hiszen a klub és a te vezető szereped összenőtt mindenféle értelemben. Milyen gondolatokkal adtad át az utódoknak azt a legendás időszakra emlékezve? Nem. Hogy is mondjam, tehát én nem az, egyrészt nem az a vezető voltam, aki úgy kell kibudálni a munkahelyére, vagy elküldeni. Tehát én azt gondoltam, hogy időben meg kell lépni a váltást, akkor, amikor jó a csapat, hiszen abban az évben bajnokságot nyertünk. Én 13. január 5-én álltam fel, és abban az évben bajnokságot nyert a csapat. Tehát jó csapatot adtam át, a kassa is tele volt. A Kornélnek meg volt a saját elképzelésük. Tehát ha ők kikérték a véleményemet, én elmondtam, de én nem akartam nekik irányt megszabni, nem is lehetett volna, hát nagy baj lett volna, ha lehetett volna. És sok mindenben másként is gondolkodtak, hogy aztán jó vagy rosszul, ez más kérdés. Hogy telnek a napjaid, a mindennapjaid most? Azt tudjuk, hogy a mérkőzéseken ott vagy természetesen. Igen, hát persze, hát változatlanul érdekel a kosárlabda és különösen a fehérvári csapat. Hát nem mondom, hogy maradéktalan boldog voltam a tavalyi évi szereplésünktől, de hát remélem ez csak egy kis iklás. Nyugodtan telnek a napjaim. Csákberénybe kiköltöztem, mert a Csákberén mellé a Vértesbe. Ott élek. Hát elég nagy a különbség a fehérvári nyüzsgés után, az a nagy csend, meg az állatok, de azt hiszem, hogy a elég mozgalmas volt az életem, hogy egy kis nyugalom se árt. És a klasszikus nyugdíjas életének. Kertészkedek, imádom a gyümölcsfáimat, forgászok, borvidéken élek, vaterkázunk a szomszédokkal, meg vagyok. No, hát akkor jó egészséget kívánunk, és köszönjük mindazt, amit nekünk a kosárlabda szeretők, sportkedvelőknek adtatok, és jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Nagy Gábor volt, az Alba Fehérvár örökös elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!